Na, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma délelőtt a tegnap ígért témával jövök, hogy amit jó páron vártatok már, mert ugye ez egy érdekes kérdés, ez a ne ítélkezz történet. Ne ítélkezz! Ugye nagyon sokszor halljuk, mondjuk egymásnak. De mit jelent az, hogy ítélkezni? Általában, ja, lesz egy más, ezzel kapcsolatban egy másik témát is kifejtek, ami pedig az abszolút igazság és a relatív igazságnak a témája, mert igazából a kettő összefügg. Na nézzük, én sokszor találkozom ezzel a, a, a föltevéssel, vagy nekem szegezett uh, kijelentéssel, hogy, vagy kérdéssel, hogy miért ítélkezel? Ugye, amikor az ember valami fajta dolgot um, meghatározottan tapasztal az életében, és azt egyébként megosztja, ugye az általában tanítók uh, találkoznak ezzel a történettel, hogy amikor valamit nagyon-nagyon Tapasztalatból az ember kijelent az életről, a valóságról, a dolgok működéséről, emberi természetről, akkor akkor ugye természetesen benne van ebben a, a, a tanításban mindig egyfajta társadalomkritika. És ennek a része az, hogy az ember meghatározzon dolgokat, hogy mi jó és mi nem. Mert a világunkban, ebben a 3D világban, ez abszolút természetes, hogy az ember muszáj elválassza jót a rossztól. Ugye ez az előző videókban is sokszor megemlítettem ezeket a dolgokat, ez az úgynevezett vivéka, ez az intellektusunknak a megkülönböztető képessége, ez, 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 ez vele járó képesség vagy funkciója az intellektusnak, ugye, hogy az ember használja. Szóval itt azt látom, hogy ez, ez rendkívül sok vitában fölmerülő kérdés, vagy egymásnak szegezett kijelentés, hogy ítélkezel, miért ítélkezel. Ezt úgy gondolom, hogy ezt a témát egy kicsit rendbe kell rakni, hogy itt a szóhasználat, van, vagy a fogalmakban vannak keveredések és zavarok, mert megítélni valamit, hogy jó-e vagy rossz-e, mert att akkor attól funkcionál valami, hogy tudok dönteni, hogy egy dolog működik vagy nem működik, akkor ez egy rendkívül fontos dolog, hogyha az ember akar bármilyen eredményt elérni ebben a világban, vagy akar fejlődni. Ha valaki nagyon ösztönből él, akkor nem fontos, aztán természetesen jönnek majd szembe azok a dolgok, ami, amit esetleg nem biztos, hogy akart, mert ugye a világnak van egy rendszere, ahogy működik. Elítélni valakit valamiért, az meg megint egy másik dolog. Szóval itt, ezek fontos kérdések, hogy valakit el lehet ítélni azért, mert te ilyen és ilyen és ilyen vagy, és, 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 ez egy, és akkor ezért, ezért én valahogy öm, beraklak téged egy olyan fiókba, ami, ami, amiből soha nem fogsz tudni kimászni, és, és akkor te ilyen és ilyen és ilyen vagy, vagy lehet valakit pozitívan akár megítélni az ő érdekében hogy abból legyen valami fejlődés. Aztán rakja, ahova akarja. Ugye most a tanár, van egy iskolában, járnak a gyerekeim ugye iskolában. Az egyik óvi, másik iskola. Ott is van egyfajta, hogy a fejlődése érdekében megalapozott megítélése a tanárnak. Ugye? Fölteszek egy kérdést, az vagy jó, vagy nem jó. Jaj, ne ítélkezz már, ez a gyerek, ő így látja, ő így gondolja, hogy egy meg egy, az négy. Hárjá, dolgok nem így működnek. Egy meg egy, az kettő. És hogyha ő akar az életében valamire jutni előre, akkor, és akar foglalkozni, a, használ, akarja használni a matematikának a tudományát az életében, akkor tanulja meg, hogy egy meg egy, az kettő, mert erre épül minden, és hogyha ezt nem tanulja meg, akkor, akkor nem fog tudni tovább fejlődni, nem, nem fog tudni ráépíteni dolgokat erre az alap, alap tudásra. És akkor ugye jöhet a szülés mondani, hogy a gyerekemet megítélték. Ne ítélkezz! Miért mondod azt, hogy az én gyerekemnek az egy meg egy és négy eredménye az rossz? Berakod egy fiókba, berakod, elítélted. Nem, csak nem jól csinálta meg a feladatot. Hibás feladatot végzett el. Akkor most ez egy megítélés, akár fejlődés érdekében, vagy csak egy hogy valami jó vagy nem jó valamilyen szempontból, valamilyen működési rendszer szempontjából. Vagy ugye akkor azt mondom, hogy én csak elítélek valakit, hogy ilyen és ilyen és ilyen, ez egy, ez egy ostoba gyerek, mert nem tudja. Tehát ez, 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 válasszuk külön ezeket a dolgokat, mert mert az intellektus, tegnap beszéltem a, a mind a két videóban, megemlítettem így a, az elmének a szerkezetét. Tehát az elme szerkezete áll egy konkrét elméből, ami a világgal való ö, foglalkozásnak a praktikális dolgokkal ö, ö, foglalkozik. Van egy hamis ego, vagy, vagy van egy ego, egy hamis identitást képző szervünk, és van egy intellektus. Az intellektus pedig pont erre van. Ez az úgynevezett vivéka, ez a megkülönböztető képesség, ez azért van, hogy mi megfelelően tudjunk funkcionálni ebben a világban. És ez azt jelenti, hogy nekünk, ahogy jövünk ebbe az életbe, ugye akkor mi abból az információból dolgozunk, amit mi magunkhoz gyűjtünk. És ez a világ úgy működik, hogy ennek van egy rendszere. Tehát nagyon mindenki látja, hogy hogyan, hogyan, működik a rendszer, hogyan működik a testünk. Azt, hogy a szánkba teszünk dolgokat, és akkor, ha megfelelő dolgokat teszünk a szánkba, megfelelő ételt, akkor, akkor megfelelően működik a test, akkor egészségesek vagyunk, van energiánk, stb. stb. Lehet azt mondani, hogy ez most egy ítélkezés, mert hát most miért, miért, miért a szánkba tesszük az ételt, miért nem, nem hónunk alá, Azért, mert az nem működik. Mindegy, hogy mennyire akarsz te liberális lenni itt a világgal szemben, és hogy nekem jogom van ahhoz, hogy én a hónomon keresztül ö, ö, táplálkozzak, de ez nem így működik. Szóval van a világnak egy rendje, egy abszolút rendje, és innen jön a, a, a igazából a az ebből következő téma, hogy akkor van-e egy abszolút igazság, van-e a világnak egy rendje, ahogy mindenkinek úgy van, vagy ez egy ilyen relatív dolog, ú, mindenkinek legyen olyan, amilyet ő elképzel, ugye, mint egy álom világban, hogy akkor mindenki abba. Lehet, az, az, egy, az, egy, másik dolog, majd erről fogunk beszélni, hogy mindenki élhet a saját maga illúziójában, csak akkor, amikor ez az illúzió csattanni fog a valósággal, akkor mindig van egy ráébredés, hogy várja a dolgok, nem úgy vannak, hogy te elképzeled. Ezért kell használni azt, hogy az intelligencia megfelelően működjön, egy rendesen megalapozott tudása, hogy a világ hogyan működik, mert akkor tudsz viszonyulni az abszolút rendhez, és akkor sikeresen tudsz haladni az életbe. Ezért, kell, ezért függ össze ez a két kérdés, hogy akkor most én meg tudom ítélni a dolgokat megfelelően, és akkor egy megfelelő módszerrel megyek, és akkor sikert érek el, mert hozzáidomulok az univerzumban lévő felsőbbrendhez, ami nem relatív, a te nézőpontod relatív, de az igazság az egy mindenkinek. Na ezt akarom egy kicsit úgy kifejteni jobban, hogy megértsük, és akkor ne legyen problémánk azzal, amikor esetleg szembe kerülünk egy olyan dologgal, hogy mondanak rólunk egyfajta megítélést, és akkor, hogy azzal hogyan, hogyan dolgozunk, tehát, hogy valaki mond rólunk egy diagnózist, elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy te beteg vagy, akkor az, az nem egy ítélet, hogy, hanem ez egy megítélés, és ez a te érdekedben van, hogy hogyan tudod ezt használni. Most ez az ego, az meg egy más kérdés, hogy hova rakja? Én nem vagyok beteg. És akkor jó, de beteg vagy, és, és, akkor, hogyha ezt és ezt követed, meg ezt, meg ezt nem csinálod, akkor meg tudsz gyógyulni. Szóval vissza az elejére. Az intelligencia, a Buti az, az arról szól, hogy begyűjtsön megfelelő információt, és, és ezt megfelelően használva téged tudjon úgy vezetni az életben, hogy jól tudj működni ebben az univerzális rendszerben, és sikereket érj el, és fejlődjél. Na most az elménk úgy néz ki, ugye tegnap ezt elemeztük, hogy van, a, van az elme, és ugye az, elme, az elmének vannak azok a rétegei, ami kapcsolatban van a személyiség szerkezetünkkel, ugye van egy szubegunk, van egy, nem tudatos énünk, amiben felhalmozódik rengeteg olyan fajta um, múltbéli lenyomat, amik esetleg a múlt életből vagy múlt életek ezreiből származó um, tapasztalások, tudások, amik nem konkrétan fogalmazódnak meg, hanem úgy fogalmazódnak meg, mint egyfajta lenyomat. Tehát egyfajta működési, nem tudatos működési. Um, reakció valamire. Most ezt elmagyarázom, hogy ez legyen érthető. Félsz a kutyáktól. Ebben az életben semmi olyan dolog nem történt, ami esetleg arra utal, hogy most neked kellene félni a kutyáktól, mert soha egy kutya nem harapott meg, de te meglátsz egy kutyát és már hú hú hú, már lépsz hátra és fogjátok meg, én félek a kutyától. Ez egy olyan fajta lenyomat, egy olyan információ, ami nem ebből az életből van, hanem lehet, hogy előző életedben volt egy komoly konfliktusod egy kutyával, és akkor ez a, ez, a, ez a fajta lenyomat, ez ott maradt, és nem tudod, hogy miért, de nem szereted a kutyákat, és nem akarsz közel menni hozzájuk. Szóval rengeteg ilyen előző életből lévő uh, információ vagy memória van a szubegóban, a tudatalattiban eltárolva, és ez működtet bennünket egy ilyen fajta mechanikus módban, szóval ezek csak előjönnek és akkor nem tudod, hogy miért nem szereted ezt, nem tudod, hogy miért, miért nem vagy otthon abban a dologban. Ez, ez abszolút alakítja az embernek a személyiségét, és, és, és ezzel kell, kell foglalkozni, mert ugye ez egy, egy, egy szempontból a múlt, az determinációban tart bennünket. Aztán ugye van ott van az intellektus, ugye az intellektus az meg az a fajta tudás, amit az ember az életben magához vesz. És ez a fajta materiális tudás, ez, ez kívülről jön, tehát ez nem a belső ö, eredeti tudatunknak a, a tudása, hanem ez az, ami, ami kívülről bejövő információk, amit magunkhoz szedünk, és ez arra van, hogy a világban a dolgokat ö, megfelelően lássuk, és akkor tudjunk fejlődni, tudjuk megfelelően használni ezt az információt a saját érdekünkben. Ö, na most... Ö, Ugye, ahogyan látjuk a világot, és ahogyan tanulunk a világról, természetesen az relatív lesz. Mert mindenki a saját szemüvegén keresztül látja a világot. Tehát, amilyen szemüveget te fölveszel, akkor azt a világot te úgy látod. És akkor mindenkinek lesz egy saját világa, vagy egy saját elképzelése a világról, ami rendkívül relatív és szubjektív. Mert ez neked olyan ez a világ. De tudnunk kell azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek van egy külön világa. Hanem csak mindenkinek van az egy világról egy teljesen relatív szubjektív látásmódja, érzékelése és elképzelése. Szóval ezért, ezért mindenkinek mondjuk úgy, hogy különböző a világa. De most ebben még nem mennék bele, hanem visszamennék ahhoz a dologhoz, hogy te látod valahogy a világot, és a bejövő információból összeraksz egy tudásanyagot. És a tudásanyag alapján döntöd el, hogy mi jó, mi nem jó. Na most, hogyha valaki nem ismeri mélységesen a világ működési elvét, akkor természetesen vannak olyan dolgok, hogy én valamiről nem tudtam, rosszul döntöttem. És és akkor annak jönnek a visszahatásai, vagy van olyan, hogy tudom, hogy a dolgok hogyan vannak, de mégsem tudok úgy dönteni, annak is jönnek a visszahatásai, és amikor meg tudom, hogy a dolgok hogyan működnek, és annak megfelelően cselekszek, akkor annak meg jó visszahatásai lesznek. Az visz előre engem a fejlődésbe. Na most itt folyamatosan látjuk azt a dolgot, hogy az intellektusnak az a, az a, az a szerepe, hogy a beáramló információ alapján te tudjál szelektálni és döntéseket hozni, hogy megyek az autóval ugye a kereszteződésnél, tanulok vezetni, és amikor ott van a piros lámpa, akkor hát én akkor megállok. Nem pedig fogok, és padlógázzal keresztül hajtok rajta. Ez honnan jön ez a, ott akkor te döntesz, ott akkor te megítélsz, hogy most melyik a jó cselekedet beletaposni a gázba és keresztül menni, vagy beletaposni a fékbe, és akkor megállni a piros lámpánál. Ez egyfajta tudásanyagból jön, hogy te egyáltalán tudsz miből szelektálni, tehát nem egy ösztönlények vagyunk, és akkor megyünk ösztönből, azt, azt csinálunk, ami van, rengeteg ilyen ember van akár az utakon is, amúgy, tehát ő neki csak mennek az ösztönei, és akkor futok le Balatonra, és akkor duda és fénykürt, megyek a belső sávba 200 és aki ott van, azt csak nyomom le. Vannak ilyen emberek, de ezek teljesen ösztönlény. Tehát itt nincs nulla tudatosság, mechanikus minden. Én megyek előre, én akarok lenni a falka vezér. Ez egy ilyen állati előző életekből származó állati ösztön, nem volt képes fölülírni. De most arról a dologról beszélünk, amikor valaki tudatos, és akkor azt mondja, szerzek egy tudásanyagot, benyaltam a kreszkönyvet, tudom, mi jó, mi nem jó, ezt az indiai spiritualizmusban úgy hívják, hogy dharma. Tehát a dharma az, az, a, az a tudásrendszer, ami az univerzumnak, a világnak a, a szerkezetéről szól, és azokról az elvekről, hogy ha így működteted, jó lesz, akkor kapsz egy jó eredményt, ha nem úgy működteted, akkor meg az lesz, hogy, hogy akkor ugye, akkor megkapsz egy rossz visszaadást. De ez az élet minden területén így van, mert van az ajurvéda, ott leírja, hogyha ha így élsz, ezt teszed, és ezt csinálod, akkor egészséges leszel. Ha ezeket teszed, akkor meg ezek lesznek a problémáid. Szóval az élet minden területén, és minden ősi tradícióban ezek a dolgok megvoltak, hogy a világ hogyan működik, mert van egy abszolút természete. Szóval van egy olyan dolog, ami mindenkinek igaz. Az abszolút igazság az azt jelenti, hogy minden időben mindenkinek mindig ugyanaz. Ugyanaz a szabály, mint az országnak az alkotmánya, hogy minden időben, minden helyen, minden személynek az az, az, az elv, ami alapján egy ország működik. Aztán az neked van egy rávetített relatív valóságod, hogy én ehhez hogyan viszonyulok, vagy hogyan látom én ezeket a dolgokat, és annak megfelelően hogyan cselekszek. Az lesz a relatív igazság. Titek? Hát ez fontos dolog hogy ez a vivéka, ez a megkülönböztető képesség, az intellektusnak a megkülönböztető képesség, az velejáró járó funkciója. Azért van. Tehát azt jelenti, hogy amikor valaki intelligens, hogy van egy információhalmaz, amit ő megszerzett arról a dologról, hogy az hogyan működik, és ezt megfelelően tudja alkalmazni azzal, hogy igénybe veszi az intellektusnak a megítélő képességét, hogy tud dönteni jó és rossz dolog között. Tehát, amikor van egy információ arról, hogy hogyan vezessek, vagy hogyan, hogyan vezessek tökéletesen a, a, a közlekedésben, az azt jelenti, hogy én nagyon jól tudom a, a kresnek a rendszerét, a közlekedésnek a rendszerét. És én azt megfelelően tudom alkalmazni, mert az intellektusom elég éles, ahhoz, hogy minden pillanatban én tudom alkalmazni azt a tudást, és tudok megítélni jó és rossz között. Szóval itt erről van szó, az intellektusnak a képessége az, hogy ő megítélje, hogy mi jó és mi nem. Na most ugye van, hogyha valaki tanítással foglalkozik, és most itt nem csak arról a, a tanításról beszélek, hogy, hogy az ember spirituális dolgokat tanít, hanem bármire, bármilyen tanításról, ami az életben történik, kezdve azzal, hogy az anya tanítja a gyermekét, vagy a, a tanárok tanítják a gyerekeket az iskolában, a tanároknak a feladata az az, vagy a tanároknak a képessége, aki bármit is tanít, az azt jelenti, hogy ő tapasztalatot szerzett valamiben, nem akarom azt a szót használni, hogy mestere lett valaminek, az egy magas, nagyon magas szintű dolog. De mondjuk úgy, hogy egy bizonyos tapasztalatban előrébb jár, mint a többiek, és ez nem úgy alakul ki, hogy ő jövök, aztán akkor én, hú, akkor én kinevezem magam tanítónak vagy mesternek, hanem ez nagyon jó volt, amikor. Ez nekem nagyon tetszik, amikor a kasai Lajosával beszélgettem. Volt egy ilyen beszélgetésem. És akkor ő is mondta, hogy hát ő nem úgy lett mester, hogy ő azt mondta egy nap, hogy én mester vagyok, hanem azt mondja, futottam, futottam mint Forrest Gump. És akkor azt vettem észre, hogy emberek vannak mögöttem, és futnak velem. Szóval ez egy ilyen természetes dolog, dologgá válik, hogy amikor valaki valamiben tapasztalatot vagy tudást szerez, azok, akik azt a tudást szeretnék elsajátítani, akkor azok köré gyűlnek, és azt mondják, várjál, ezt hogy csináltad? Ez egy természetesen kialakuló dolog. Ez egy emberből úgy lesz egy tanár, vagy ugye van egy anya, és akkor az anyának vannak tapasztalatai azzal, hogy akkor van valami tudásanyaga, hogy akkor hogyan kell egy gyereket nevelni? Na, a mai világban ugye ez sincs, mert ugye az emberek azt mondják, hogy biológiai ösztönöm van, képes vagyok biológiailag gyermeket hozni ebbe a világba, attól még én egy anya vagyok, aki megfelelő kvalitásokkal rendelkezik, hogy egy gyerek felnőjön. Na, ebből van ezerből pár. Jó? Na, nem is azt akartam mondani, hogy százból. Uh, egy, hanem azt mondom, hogy ezerből egy van, aki tényleg jól csinálja a dolgokat, úgy, ahogyan kell, mert van az a, van az a tudása, hogy én fölkészültem arra, hogy egy gyereket hozzak ebbe a világba. Tehát ez egy nagyon erős kijelentés, mert, mert látjuk azt, hogy rengeteg esetben az, hogy, hogy, hogy dolgok csak nem működnek az ember életében, mert nincs meg az a tudás, nem vagyok fölkészülve rá, hanem csak hát most mindenkinek kell, hogy legyen gyereke, és akkor utána ezért látjuk, hogy családok, meg gyerekek, meg életek siklanak ki abból, mert, mert egyszerűen igazából nem volt annyira képesítette arra, hogy ő neki legyen egy gyereke. De ez minden mással így van az életben. Szóval, szóval az, hogy valaki valami fajta képesítést szerez, elmegy egy főiskolára, és ő lesz egy tanár, és őnek az a lelkében nem elég elvégezni egy iskolát, hanem az, hogy ő egy olyan természetű személy, aki aki ez a megosztó. Tehát itt a személyiségszerkezet is nagyon-nagyon fontos, hogy valaki egy tanár, nem elég az, hogy megfelelő információval rendelkezik, még tudnom kell tanárnak is lenni, hogy tudnom kell a folyamatát, az, hogy én hogyan adjak át valamit úgy, hogy sikeresen elvegyék tőlem. Szóval akkor itt van ez a történet, hogy valaki egy tudást szerez, és automatikusan egy ponton ez a tudás elkezd kiáramlani. szóval ez lenne a normális módja annak, hogy amikor megtöl, megtöltek ezzel egyfajta tudással, és ez lehet spirituális tudás is. Szóval a, a, a spirituális tanítók vagy mesterek is igazából úgy születnek, hogy a saját tapasztalatékait föl, összegyűjtik, ez felgyűlemlik, és mint amikor egy, 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 edényből már, már kifolyik az ami, az, az ami, ott jön ki, egy, egy tészta, amikor megdagasztod, és csak jön ki belőle, akkor, akkor ez egy természetes módon a tapasztalat jön ki, mert valaki igénylik azt a fajta tudást, hogy ú, uh, akkor mondd el, hogy mert én is szeretném azokat a dolgokat csinálni. És ugye amikor a tanító ezeket az információkat adja, akkor akik ezeket a dolgokat hallgatják, Ugye akkor a tanár ott mondja a bizonyos témáról, hogy fiam, így vakoljad a falat, ne úgy. És akkor ugye, hogyha valaki intelligens, és, akkor, a, és nincsen, nincsen, óriási egó, mert ugye óriási egóval nem lehet tanulni. Ugye szokták mondani azt, hogy tele nem lehet tölteni. Tehát amikor, minden, tehát amikor valaki nagyon-nagyon tudja, az az ember kérdezni sem tud. Mert a kérdésből mindig egyfajta kijelentés lesz. Tehát kijelentem, hogy hogy vannak dolgok, aztán végén oda szúrok egy pici kérdést a végére, hogy nézem már ki úgy, mint hogyha én kérdeztem volna, de alapvetően meg elmondtam a nagy igazságot, és akkor utána meg van egy kérdés. Tehát, hogy így, ez így nem működik. Hát, ha valaki akar tanulni, akkor félreteszi azt a fajta tudásanyagot, amit ő addig arról a témáról tudott, mert akkor csak tisztán akarom hallani, hogy az, és utána majd eldöntöm, hogy mit kezdek vele de ez megint egy másik téma. De a lényeg az az, hogy, hogy, tudjunk úgy tanulni, hogy tehát, hogyha valaki alázatos, akkor azt mondja, van az az alázat, hogy akkor én meghallgatok valakit, a témáról, mert neki több a tapasztalat, és én akarom ezt tapasztalatot megszerezni, akkor van annyi alázat, hogy tudom hallgatni, és akkor minden normálisan működik. Akkor van probléma, amikor ugye valakiben, valaki akar valakit hallgatni, és akkor van egy óriási egó. És ugye a tanító akkor mondja a dolgokat, hogy ez így jó, és ez így nem jó, és most neked ez a problémád, és neked az a problémád. És akkor ő megítéli a tanítványnak a, a befogadó képességét, a, a, a módszereit, ahogy tanul, az eredményeit. Ő muszáj, ahhoz, hogy fejlődjön a tanítvány, a tanítónak muszáj meghatározni azt, hogy figyelj. Te ezt nem jól csinálod, tehát hogyha most mész az úton, és akkor kuplum nélkül akarsz váltani sebességet, akkor a tanítóhoz fogja neked mondani, hogy vágy, ne, 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 ne. Tönkre fogod tenni az autót, ez így nem fog működni, és ebből problémád lesz később, mert amikor saját autódat vezeted, és kuplum nélkül akarsz váltani, akkor nagyon hamar fogod vinni a szerelőhöz. És akkor ugye, amikor ezt elmondja, van egy óriási egó, akkor azért mondod ezt nekem, és hogy zé, és hogy én majd én tudom, mert az, nekem ez így működik. Jó, tehát nincs ezzel gond, csak akkor miért mentél el tanulni? Tehát általában ez szokott lenni, hogy amikor a tanítók tanítanak mindenféle dolgot. És akkor ők megmondják, ugye az intellektus és a tudásanyag alapján, ez a vivéka alapján tudják mondani, hogy ez a világban így működnek dolgok, nem tudsz mit csinálni. Tehát ez. Működőképes, ez nem működőképes. És itt igazából nem is arról van szó, hogy valami jó-e vagy nem, hanem az, hogy működik-e vagy nem. És akkor ott viszont kell a vivéka, ott kell a megkülönböztetőképesség, ott kell az intellektus. És ilyen esetekben, amikor elhangzanak bizonyos fajta igazságok mindenkinek a, a javára, akkor. E, néha ugye van, történik ez, hogy, hogy, hogy elhangzik, elhangzanak ilyen dolgok, hogy te miért ítéled meg azt, hogy én mit írok, vagy hogyan. Hát azért, mert tegyük fel, mondjuk elhangzik egy előadás, és akkor jön a komment, hogy én miért ítélkezek arról, hogy. Tehát itt most arról van szó, hogy valaki egy előadásba hozzászól. Magyarul bekapcsolódik a tanításba. Na most, ugye, akkor én, hogyha azt mondom, hogy oké, de te ezt nem jól gondolod, az én tudásanyagom szerint az én számomra működő dolgok, tehát az, hogy számomra hogyan működnek a dolgok, én arra reflektálok, és akkor erre jön egy olyan fajta dolog, hogy hát most miért ítélkezek, mert ő így gondolja. Oké. Igazából mindenkinek a, a, a világát vagy az elképzeléseit tiszteletbe tartjuk. Nincsen gond azzal. Csak akkor ne üljön be a tanulókörbe, és akkor mondja azt, hogy, hogy én így, meg így, meg így gondolom. Én meg, hogy, mert akkor lehet, hogy a tanár részéről fogja jönni a reakció, hogy, hogy amikor tanítod azt, hogy kettő, meg kettő, az négy, és a kommentbe bejön, hogy szerintem nem így van, mert kettő, meg kettő, az hat. És akkor a tanár azt mondja, hogy oké, okay, figyelj, hogyha te most itt vagy az én tanulókörömben, akkor én, én, én ezt kiavítom, és akkor azt mondom, hogy te nem jól tudod ezt a dolgot, mert kettő, meg kettő az négy. Legalábbis az én rendszeremben nekem ez így működik. Akkor azt kell mondani, hogy jó, hát figyelj, akkor én megyek, keresek egy olyan tanárt, aki azt tanítja nekem, hogy kettő meg kettő az hat, aztán vagy működik majd, vagy nem, az az ő dolga. Tehát ilyen esetekben szoktak történni ezek a dolgok, hogy, hogy valami, amikor az ember egyfajta megítélést mond, hogy figyelj, szerintem a, a világot te így meg így e, látod, és ez szerintem nem helyes, és nem is fog neked eredményt adni, bizonyítja általában ezek a dolgok, mindig szokták bizonyítani, hogy akik fölteszik ezeket a kérdéseket, ott, ott egy nem működő dologról van szó azért is megy hozzád, mert akarja ott is hallgatni, hallani, hallani valami olyasmit, ami működik-e vagy nem, csak az a baj, hogy a szűrő a szemüvegén van, és akkor azt gondolja, hogy jaj, nem, én, én igazából nem igazságot keresem, hanem keresek valami visszaigazolást, ahol valaki azt mondja nekem, hogy az én nem működő dolgom, végre valaki mondja már azt, hogy működik. Amikor az embernek az élete, vagy a tudása, a lelki folyamata működik, akkor igazából már nem keres más forrásokat. Nem keres. Sokszor van az, hogy amikor emberek küldenek nekem dolgokat, hogy nézd már meg, hú, de jó, nézd meg ezt, hú, ezt érdemes meghallgatni. És akkor ilyenkor lehet azt mondani, hogy uh, uh, figyelj, uh, tök jó, tisztelettet tartom, hogyha ő neki ez működik, stb., hogy nincs az az igényed arra, hogy vá, wow, meghallgatom, meghallgatom, megkeresem, hogy hogyan működik. Ha már neked valami működik, akkor ez nem egy egoizmus azt mondani, hogy ne haragudj, nem annyira érdekel, mert 500 ilyen videó van más és más dolgokról, és ezzel nem azt mondom, hogy ez nem működik. Hanem nekem van egy folyamatom, ahogy működik, akkor és, és, és teljesen kielégít az a dolog, amiben vagyok, akkor természetesen nincsen igényed már tovább keresni. Érted? Szóval ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. De csinálod mész az utadon, és akkor olyankor szoktam válaszolni, hogy figyelj, nézd, én nekem működik az a dolog, amit én csinálok, teljes mértékben kielégít, és én nem keresek már más dolgot, mert addig azon az úton megyek, ameddig ez működik, ameddig fejlődök vele, addig nem akarok keresni. Szóval ez lehet, hogy egy egoista dolognak tűnik, de nem, ez nem így van, hanem ez csak azt jelenti, hogy valami működik. A, a, a te világodban, és akkor azon az úton mész tök elégedetten, és nincs már szükség, semmi külső adalékanyagról, vagy bármi, mész azon a dolgon, és akkor ennyi. Szóval itt az egész történet, hogy ítélkezel, vagy megítélsz, akkor ez ezt ez tudni kell, hogy, hogy a megítélés az azt jelenti, hogy egy tudás, tudásnak a, a fényében, te, te teszel egy kijelentést valakinek, aki feléd fordult, hogy akkor ez a dolog működik-e vagy nem. Én most mondok egy példát, hogy lehessen még jobban érteni. Volt itt nem olyan régen egy um, um, hölgy, ismerősöm, aki egy ilyen ismertebb személy, és ő most elkezdett jogával foglalkozni, és akkor kitalált egy olyan fajta jogát, ami... Az én tudás ismeretem szerint igazából semmi, semmi köze nincs a jogához, csak éppen ászanákat ö, ö, végeznek ö, a folyamatban. És akkor ő nagyon-nagyon régóta állítólag követ engem. ú, meg is szokta osztani a videóimat, és amikor följött egy dologgal, én adtam egy tanítást arról, hogy mi a jóga és hogyan működik. És akkor ő, neki ez volt a kommentje, hogy um, ó, miért, vagyok, miért ítélek meg dolgokat, mert szerinte meg ez is, meg ez is, meg ez is jó. Én meg muszáj voltam neki visszaírni, hogy sajnos, hogyha te ezt, meg ezt, meg ezt így működteted, akkor neked semmi elképzelése nincsen arról, hogy mi a jóga. Hú, és akkor itt ugye az ember megnyomja az érzékeny gombot mert ugye az ego berobban, és akkor azonnal elkezdi megvédeni az ő elképzelését. Tehát eddig tartott az alázatos hallgatás, mert addig, ameddig tetszik, amit az ember mond, addig, hú, iszom a szavait, hú, lájkolom, szívecskézen megosztom. Aztán, amikor mond egy olyan dolgot, ami nem egyezik az én elképzeléseim, az, én, az ego az azon berobban megsértődik, és akkor... És akkor én kifejtettem neki, hogy miért nem az én tudásom szerint, és akkor egyből jöttek ezek a dolgok, hogy mert én ítélkezek, és én nem is tudta, hogy én, én ilyen vagyok, hát mondom, akkor nagyon nem ismersz engem, mert én ilyen vagyok. Tehát én meghatározom azt, hogy a tudásom alapján, hogy mi jó és mi nem jó, aztán valaki meghallgatja, meghallgatja, profitál belőle, ha nem, iszonyatosan nem érdekel. Aztán végül az, a, a hölgy az letiltotta. A, a, tehát ennyi volt a karrierem nála, hogy letiltott akkor ugye az oldalon, nem úgy, mint hogyha érdekelne, de, de itt az a lényeg, hogy, hogy itt ilyenkor szoktak följönni olyan dolgok, amikor van valami véleménykülönbség, mindenkinek tiszteletbe tartjuk a véleményét, csak itt majd egy dolog van, hogy valami fog majd működni neki, vagy nem fog működni. Na most nézzük azt, ebből kifolyólag jön egy másik kérdés, hogy akkor valójában van-e az a fajta abszolút igazság, ami mindenki számára igaz? Vagy vannak ilyen relatív valóságok, és akkor mindenki számára az igaz. Ezt, ezt elég nehéz megérteni, mert itt egy, egy kicsit ilyen polidimensionálisabb gondolkodás kell ehhez. Most elmondom azt, hogy én hogyan látom, és mondjuk azt, hogy ezt mondjuk alá tudnám támasztani jó pár ősi tradíciónak a, a spirituális filozófiájával. Mert fontos dolog az a spirituális. Világban, a tanításban, az, hogy amikor valaki egy tradíció, vagy, vagy valaki beszél valamilyen spirituális tudásról, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy alátámasza azt olyan állításokkal, ami, ami több más ősi tradícióban is alátámasztott dolog. Fontos megérteni azt, nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ne spirituális írásokból tanítson realizáció nélkül. Mert ebből aztán rengeteg van. Igazából erről szólnak a dogmatikus vallások. Le volt írva a könyvbe, mert Mózes megmondta, mert Jézus megmondta, mert Lukács megmondta. Oké, okay, engem nem érdekel, hogy ki mit mondott mikor 2000 éve. Engem az érdekel, hogy te ebből mit tapasztaltál és mit láttál már. Mert hogyha addig csak vered a másik fejét egy szentkönyvel ami amúgy szét volt manipulálva az évezredek alatt, és már igazából azt se tudod, hogy mit mondott az az ember, mert, mert, már szét manipulálták, kivették hozzá, tettek hozzá, fűztek, magyarázták. És akkor abból beszél, akkor ez soha nem... Tehát szentírásokból beszélni csupán, és ott, mögött, csak mögötte van egy vak hit, de én nincs semmi tapasztalatom erről, akkor igazából ez egy nagyon alacsony tudatszint. Tehát az a, az a spiritualitás, ami szimplán szentírásokra alapozott, oda le van írva az igazság, és én csak ebből táplálkozom, mert amúgy nincs tapasztalásom, és ezt mondom ismétlen mindenkinek, az egy rendkívül alacsony tudatszint. Ugye általában a vallásokban minden ilyen dogmatikus vallás, egyetlen út, ez a legmagasabb szint. Ők mindig a legmagasabb szintűnek gondolják magukat, mert ő azt követi, amit Jézus mondott. Oké, okay, de abból mi az, amit te értesz? Mert hogyha nem érted ezt a dolgot, vagy nem tapasztalod azt, amit, tehát nem éled meg az egészet, ami abban az írásban van, akkor ugyanannyira nem vagy közelebb az igazsághoz, mint az, aki semmit nem tud erről az egészről. Szóval, hogy itt arról van szó, hogy a, a, a szentírásoknak annyi szerepe van, hogy a te valós tapasztalásaid, a lelki úton szerzett tapasztalásaidat, Alá tudod támasztani, hogy igen, és ez az önmegvalósított bölcs is, az a szentírás is, leírja ugyanezeket a dolgokat, tehát ugyanazt a dolgot többen is látták, tapasztalták, mindenféle időben, térben, tradícióban, és akkor az egy visszaigazolás lehet, hogy a te dolgod, amit láttál, az nem egy agymenés, hanem az egy működőképes dolog. De ne fordítsuk fel a kettő dolgot, hogy én, én olvastam könyveket, és, az, és az, az olvasottak alapján, akkor én mondok dolgokat óriási nagy önbizalommal, mert ez egyfajta ostobaság. Viszont az is fontos, hogy amikor egy spirituális tanító beszél valamiről, akkor tudja azt mondani, hogy ugyanezt mondta ez a személy, az a személy, az a személy, és ez a szentírás, és ott is ez le van írva, szóval amiről én beszélek, az egy egyetemes igazság. Szóval az igazságnak a témája az így van, hogy van egy abszolút igazság, amiről alapvetően minden ősi tradíció megvilágosodottja, avatária, szentje, aki valódi realizációval rendelkezett, mindenki ugyanarról beszél. Hogyha valaki ezeket az írásokat végig tanulmányozza, vagy ezeket a megnyilatkozásokat, vagy beszédeket, bármi, ugyanaz, lehet, hogy a külsőségekben vannak különbségek, de a belső szubstancia, az ezoterikus szubstancia, tehát nem az exoterikus, hanem az ezoterikus szubstancia, az ugyanaz, le ugyanaz lesz mindenkiben. Vagy mindenkinek a mondani valójában. Ez azt jelenti, hogy ez az egész világ, ez egy, ez egy, um, ez egy létrehozott szisztéma. És ezt látjuk, tehát ez tényleg már a legostobább ember, nek kell lenni ahhoz, hogy valaki ne lássa azt, hogy ez egy csodálatos isteni rendszer, amiben működünk, ahogy a testünk, ahogy a természet, ahogy az állatok, az egész minden, a kozmosz működik, hogyan van minden a helyén. Ez egy rendszer. A rendszereket pedig mindig valamilyen entitás vagy egy felsőbbrendű tudat hozza létre, mert amúgy csak káosz van. Szóval ez egy, ez egy rendszer, viszont akkor azt jelenti, hogy van egy rendszer gazda. Tehát valami ez most valami isteni entitás, vagy pedig egy univerzális energia, ugye a múltkor is mondtam, hogy van egy személytelen, valaki személytelenként néz erre, valaki mint egy energiára néz erre, mind a kettő aspektusa megvan az abszolútnak, de ez az abszolút létrehozott egy rendszert, és az azt jelenti, hogy az egy abszolút igazság, az egy abszolút tudás, egy abszolút rendszer. És az mindenkinek minden helyben, időben úgy van. Mint ahogy a világban nézzük, hogy a nap itt följön, ott lemegy, Mindenkinek ez van, szóval lehet rajta vitatkozni, mindenkinek lehet róla egy relatív véleménye, vagy egy relatív szűrőn keresztül látott tapasztalata, de attól függetlenül még az egy tény. Szóval az egész univerzális igazság, van egy univerzális igazság, ami mindenkinek minden időben ugyanaz. Nem tudom, hányszor olvastam mostanában is kommentekbe, nincs abszolút igazság. De ezt, ezt csak te gondolod, mert közben meg az abszolút igazságnak a rendjében élsz te is minden nap, mert reggel kezdsz fel, amikor a nap feljön, nem pedig éjfélkor. És ugyanúgy az abszolút igazság rendje az, hogy neked ennet kell ahhoz, hogy fenntartsd magad, pislognod kell, el kell mennie a WC-re, meg kell altasd a testedet. Ez az abszolútnak a rendszere. Mindegy, hogy te mit gondolsz, akarod-e csinálni vagy nem, rá vagy kényszerítve, hogy a rendszerben működj. A földön kell járjál, nem repüljél, mert nem olyan létformában vagy. Szóval... Az ostobák is benne vannak, követik ezt a rendszert, csak ők nem gondolják azt, hogy ők nekik kell követni egy rendszert. Szóval van egy abszolút rendszer. És a relatív igazság az úgy születik meg, hogy minden tudatszint szerint van egy különböző szemüveg, ami rajtad van, és arra a, az univerzum által vetített filmre, filmvászonra, nézzük úgy, hogy a, az univerzumnak van a tudatos univerzumnak, vagy az univerzális tudatnak van egy vetítőgépe, ami az illúziónak a, 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 a vásznán egy filmet vetít. És az mindenkinek ugyanaz. Ugyanúgy mennek a nap, vagy a, a, a tavasz, nyár, ősztél, mindenki ugyanezt tapasztalja, az univerzumban így mennek a korszakok, ugye megy a naprendszer, a, az őslogosz körül, és akkor változnak a korszakok, degradált korszak, aranykorszak. Ez mindenkinek ugyanaz. Van egy univerzális film. És aztán van, van neked a, a kis mikrokozmoszodban, a te elmédben van szintén egy vetítőgép, és a te mondjuk úgy, hogy ilyen filtereiddel, a te egyéni karmád által rávetíted a saját filmedet arra, a kozmikusra, és így születik a relatív igazság. Szóval van egy abszolút igazság, és van egy relatív igazság, ami meg a te nézőpontod arra az egészre, hogy te hogyan éled meg azt, hogyan, hogyan olvad bele abba az univerzális egységnek a történetébe a te egyéni történeted, és abban tudsz is változtatni, hogy így akarok beleilleni, úgy akarok beleilleni, stb. 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 Tehát ez olyan, mint amikor egész Magyarországon esik az eső. Az, az, mindenkinek úgy van. Nem tudsz vele mit csinálni. De az, hogy ezt az esőt hogyan éled meg, hogy te kimész egy esernyővel, vagy mesztelenül rohangálsz a sárban, és örülsz neki, vagy tiszta frusztrált vagy, és akkor te teljesen másképpen fogod megélni ugyanazt a dolgot, tehát a te filteredet rávetíted arra a dologra, és a te általad lejövő információ számodra az egy subjektívre relatív igazság. Szóval amikor az ember nincsen tisztában ezzel a tudással, hogy van egy abszolút tudás, van egy abszolút univerzális rendszer, van ahogy ez az univerzum, ez a világ működik, van egy karma, van gravitáció, van ez, van az, és arra a te rávetített szubjektív világod, és azt neked számodra lesz olyan a világ, hogyha az ember nincsenek tudatába, akkor esik bele abba a problémába, hogy azt hiszi, hogy a világ úgy történik, mint ahogy ő gondolja. Igazából ez egy mélyen egoista elképzelés. Mert ugye az egoizmus azt jelenti, hogy az én hamis identitásomhoz azonosulva, kivetítem ezt az egészet, és azt gondolom, hogy az, az univerzumok központjában amúgy én vagyok. És mindenkinek hozzám kell igazodni, mindenkinek engem kell megérteni, és mindenki tartsa tiszteletbe az én dolgaimat. De amikor sok ilyen egoista van egy helyen, akkor abból van egy nagyon nagy kavalkád. Szóval ez történik a világban most, hogy egy őrült anarchia van, mert az emberek nem gondolják azt, hogy van egy univerzális rendszer, ami szerint kellene élni, mert akkor harmónia lenne. Mindenki beleillik az univerzális rendbe, mert egyáltalán arra se tudnak, hogy van univerzális rend, hanem mindenki csak akar létrehozni egy olyan rendet, ami az ő érdekeit képviseli, és akkor létrejönnek érdekközösségek, országok, stb. De ez nincs harmóniában az univerzális rendel, ezért van anarchia. És akkor innen van az, hogy, oké, okay, én látom a világot úgy, ahogy látom, de közben van a világ valahogy, ahogy ö, van, és ezt a kettőt harmóniába kéne rakni egymással. Ez lenne a harmonikus világ működésének a képlete igazából, amit nagyon jó lenne ismertetni nagyon sok politikusnak, mert ők ezeket a dolgot elfelejtik. Miért? Mert mélyen egoista az alacsony tudatszinten lévő ember. Itt meg ugyanarra megyünk vissza, hogy az emberek keveset érzékelnek a körülöttük lévő világban, nem látják az isteni rendnek a világát, ezért kiválva belőle létrehoznak egy egoista önképet, egy egoista saját univerzumot, és akkor ahhoz próbálják igazítani az összes többit. És akkor ezek nem működő folyamatok, ezek időről időre mindig megbuknak, mindig, uh, mindig valami konfliktus lesz belőle, és akkor az egész csak nem működik. Tehát, hogyha mi megértjük azt, hogy van egy abszolút igazság, és ezt tanulmányozzuk, és akkor meglátjuk, hogy ez, a, uh, hogy ez az egész rendszer hogyan működik, akkor tök jól tudunk benne, harmóniában tudunk benne működni, mint ahogy egy kreszkönyvet megtanulva, megértjük, hogy az ország egész közlekedése. Uh, hogyan működik, ha én ezt nagyon tudatos vagyok arról, hogy a pirosnál meg kell állni, és most itt jobb kezet kell adjak, és amúgy megjeleznem kell, meg kapcsoljam föl a lámpát, akkor tökre konfliktus nélkül harmonikusan tudok közlekedni az országban. Amikor erről fogalmam sincsen, csak melyek az ösztöneim szerint, mert az én relatív világomban ez így van, akkor meg rengeteg konfliktus lesz. Tehát itt igazából meg lett fogalmazva az, hogy mi a probléma a világban. Ez történik. Hogy a sok egoista individuum, Mindenki saját magához akarja igazítani a, 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 a valóságot, de ez a valóság nem igaz. És az a vicces, hogy egyébként a spirituális világban, ez, ugy, ez az egoist, mivel az egoizmuson keresztül akarják sokan gyakorolni a spiritualitást a New Age-ben, akkor kijöttek ezek az elméletek, hogy jaj, mert a te univerzumot, teremtsd meg a te világodat, és abban minden úgy van, ahogy te vagy, és te vagy az egésznek a központja. És Ust, ostobaság, bullshit, soha nem fog működni, soha semmilyen eredményt nem fognak elérni, maximum azon, hogy becsapják önmagukat, mert állandóan a valóság pofán fogja őket csapni, amikor a valósággal találkoznak, hogy ez, ez nem így van, nem így van, nem így van. Szóval itt ez még a spirituális vagy az ezoterikus világ is elindult ebbe az irányba. Ezért kéne inkább arról tanítani az embereket, hogy mi az univerzális rend, hogy mi az a darma, hogy hogyan működnek a dolgok, és ebbe te hogyan tudsz beleilleni harmonikusan. Erről szól az egész. Erről szól az abszolút igazság és a relatív igazságnak a, a, a témája. És itt jön az, hogy amikor valaki tudja, hogy mi a darma, tudja, hogy hogyan működik az univerzum, akkor tud ítéletet hozni, vagy nem is ezt a szót használom, tud megítélni, hogy ez a jó irány, az a rossz irány, és ezzel, amikor valaki egyfajta tapasztalattal vagy tudással rendelkezik a világról, és ezt elkezdi ezt a tudást megosztani, akkor igenis meg fogja tudni mondani, hogy ez darma, ez nem darma, ez fog működni, ez nem fog működni. És akkor milyen esetben lehet azt mondani, hogy hát igen, ez egyfajta ítélkezés vagy megítélés ki, hogy akinek az egója ezt hogyan kezeli, akkor jönnek ezek a dolgok. De enélkül, a funkció nélkül, hogy tudjuk, hogy mi jó, és mi nem jó, és nem ítéljük meg, akkor az világ ezt sehol nem megy, hanem akkor csak próbáljuk az egót fürde, fürdetni abba a saját maga magától keltett illúzióba, hogy jól érezze magát az elme, de az életben semmi, semmi nem fog működni, és egy káosz lesz az élet amikor csak a körülmények hang görgetik az embert, görgetik a körülmények az emberiséget, mert egyszerűen nincs kontrollban, nincs, nem tudja, hogy mit, hogyan, hogyan kellene kormányozni egy országot, hogyan kell vezetni egy közösséget, hogyan kell az embereket tanítani, hogyan kell ülni, hogyan kell aludni, hogyan kell járni. Mindennek megvan a tudománya, csak az emberek ezt nem tudják. És akkor, de az ego az meg őrült nagy, mint egy hegy. És akkor majd én mindent tudok. Szóval minél primitívabb az ember, annál jobban gondolja, hogy hú, az én az én limitált gondolkodásom az működik. Minél intelligensebb, annál jobban rájön, hogy hogyan szerezheti meg azt a tudást, ami az abszolútnak a, az információ halmaza, és akkor az, az tud működni. Jó, nagyjából most ennyi jött ezzel a témával kapcsolatban. Hogyha e, valakinek e, van kérdése, akkor, akkor majd kommentbe írjátok meg, és e, akkor majd kitalálunk más témát is. Jó? Na, üdv mindenkinek!